A kölcsönt kell visszafizetni, és nem a hitelt, mert a hitel még csak egy ígéreti stádiumban lévő jogviszony. Azért van a hitelhez írásbeliség kötelezően rendelve, mert hogy az még csak egy ígéret, és azzal még nem jön létre teljes megvalósulásában az a jogviszony, de azért, hogy az adós bizonyítani tudja, hogy a hitelező neki ígérte, hogy fogadni kölcsönt, ennek bizonyítására elengedhetetlen az írásbeliség, amit a jogalkotó nagyon szépen kitalált és megfogalmazott. A kölcsön, ami a hitel ígéret utáni stádium, amikor már perfektuálódik a kölcsön, amikor odaadják, amikor már átszállt a tulajdon joga, a pénz tulajdon joga átszáll az adósra. Ez is egy nagyon fontos kérdés. Így hát, amikor már ez a helyzet bekövetkezett, már a kölcsönt odaadták, ahhoz az írásbeliséget sem rendeli kötelezően a jogalkotó azért, mert létrejött a pénz átadásával a jogviszony, bizonyítható, hogy a felek között létrejött ez a jogviszony, és ez az a pillanat, amikortól beáll az adósnak az a kötelezettsége, hogy ezt az összeget vissza kell fizetni. Hogy miért fontos ez ezekben az ügyekben a hitel és a kölcsön megkülönböztetése? Amikor arról szól egy szerződés, erre is itt van példa, hogy egy hitelkeretet svájci frank összegben meghatározva tart rendelkezésére az adósnak a bank, és azt mondja, hogy de abból csak ennyi és ennyi forintot fogsz kapni, te nem kapod meg azt a svájci frankot, én azt csak azért írtam bele, hogy te tudd, hogy, én ezt a pénzkeretet, ezt szánom a te fedezetednek, hogy nekem ez megvan, és te biztos lehetsz abban, hogy én ebből kölcsönt fogok neked adni. De az, hogy mi aztán milyen megállapodást kötünk, hogy neked mit kell visszafizetni, az nem a hitel, hanem a kölcsön tartalma határozza meg.